A hétvége és a mai nap legfontosabb eseményeivel jelentkezik híradónk, köszöntöm nézőinket! 30 darab nagyméretű, életerős amerikai hárscsemetét nyert el az önkormányzat a Neked Zöldül című országos növénytelepítési program keretében. A fák egy része a Svencer réten kapott helyet, de jut a Várkert útra és a Vakbottyán utcába is. A svencerréti csemetéket ma kora délután ültette el dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, dr. Áldozó Tamás polgármester, Varga László a Bakonyerdő ZRT vezérigazgatója, Vencel Csaba önkormányzati képviselő és a Mező diákjai. A Neked Zöldül című városfa program keretében pályázhattak facsemetékre a 10 000 főnél nagyobb lélekszámú települések. Ebben a programban vett részt sikeresen a pápai önkormányzat is, és nyert 30 amerikai hársfa csemetét. Minden eszközt, minden lehetőséget megragadunk arra, hogy zöldíteni tudjuk a várost. Igaz ez az Európai Uniós projektjeinkre, és igaz azokra a különböző más pályázati lehetőségekre, amiket elérünk. Telepítettünk 50 000 tölcsemetét, szinte megszámolhatatlan mennyiségű cserjét és fát, külső-belső Várkertbe és itt a Svencer réten is, és most újabb 30-at a város különböző pontjain közte itt. A program koordinálását az Országos Erdészeti Egyesület végezte az állami erdőgazdaságok bevonásával. Egy erdészember mindig örül annak, hogyha akár egyetlen fát is elültethetnek, és egyetlen fával is akár gyarapodik az a település, vagy annak a környezete. Úgyhogy mi örömmel vesszük, amikor ilyen akciók, kampányok vannak. A különböző fásítási programoknak köszönhetően kisebb és nagyobb települések egyaránt juthatnak facsemetékhez, emlékeztetett dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, kiemelve, hogy ez nem csak a fenntarthatóság és a környezetvédelem miatt fontos, hanem a környezettudatos nevelés miatt is. Itt is nagyon jó, hogy itt vannak a fiatalok, az iskolások, képviselők, polgármester úr. Szerintem példaadó kell, hogy legyen sokak számára az országfásítási program, illetve ez a program a 10 000 feletti településeken. A svencerréti facsemete ültetésen résztvevő mezős diákok szerint fontos, hogy minél több fa legyen a környezetünkben, és arra vigyázzunk is. Szívesen részt vettél a faültetési programban? Igen, szívesen részt vettem, hiszen minél több fát ültetünk, annál több fa tud fotoszintetizálni, ezáltal több oxigén jut a levegőbe. A 30 darab fából 9 a Svencer réten kapott helyet, 3-at a Várkert úton ültetnek el, 18 pedig a Vakbottyán utca új szakaszára kerül. A Munkácsi Mihály német nemzetiségi nyelvoktató általános iskolában rendezte meg hagyományos nemzetiségi napját a pápai német nemzetiségi önkormányzat pénteken délután. A rendezvényt a Munkácsi iskola diákjainak és a Herendi tánckarnak változatos műsora színesítette. Az alkalmon adták át a skultüte csomagokat a nemzetiségi tagozatos elsős kisdiákoknak. A rendezvényen megjelenteket Pillerné Fód Ilona, a pápai német nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntötte. Kiemelte, a program célja, hogy megmutassák a kulturális kincseiket. Hagyományosan bemutatkoznak a Munkácsi általános iskola nemzetiségi tagozatos csoportjai, a tánccsoportok, a zenekar, az énekkarosok, illetve meghívtuk a Herendi Vergismeinicht nemzetiségi felnőtt néptánc csoportot. Az elnök örömét fejezte ki, hogy szeptembertől elindult a német nemzetiségi tagozat a Petőfi gimnáziumban. Nagyon örülünk annak, hogy ebben az évben, szeptemberben elindult az óvodában újra a nemzetiségi nevelés, illetve a Petőfi középiskola, illetve gimnáziumban pedig a középiskolában is. Tehát akkor építünk az óvodától egészen a középiskolán keresztül a nemzetiségi oktatásra, a nevelésre és a hagyományápolásra. A megjelentekhez Hudi Katalin, a Veszprém megyei német önkormányzat regionális irodavezetője szólt, aki először német nyelven köszöntötte az egybegyűlteket. Annyira fontos és értékes az, hogy egy ilyen közösségben élhetünk, hogy együtt vagyunk, és hogy ezt a közösséget erősítjük. Az ünnepség keretében 30 nemzetiségi tagozatos elsős kisdiák vehette át az úgynevezett sultütét, azaz cukorsüveget. A német gyerekek az iskola kezdés napján kapnak egy hatalmas nagy cukorsüveget, tulajdonképpen magyar neve nincs, és az mindenféle földi jóval meg van töltve, nem csak édességgel, hanem írószerekkel, füzetecskékkel,
kis plüss állatokkal, apró játékokkal, és ezt minden gyerek megkapja kezdéskor a szüleitől. Mi viszont ebből már hagyományt tettünk az évek során, és itt kapják meg a gyerekek a nyolcadikosoktól. A nemzetiségi napot kötetlen beszélgetés zárta. Szombaton kora este rendezte meg hagyományos rózsaszín sétáját a Megújulás Klub. A programon, melynek célja, hogy az emlőrák elleni küzdelemre hívja fel a figyelmet, a résztvevők az Erzsébetligetből a főtéren át az Eszterházi kastélynál álló emlékfához és emléktáblához sétáltak. Hörömpöly Imréné, a Megújulás Klub vezetője a Médiacentrumnak elmondta, a klub élete a pandémiát követően nehezen indult újra. Azért nyáron is voltak programjaink, júniusban indítottuk igazság szerint, aztán már akkor szerveztünk egy csoportos programot, júniusban is volt, augusztusban a Farkasgyepön voltunk előadáson, az egész csoport, a Lautner Judit szervezte oda, szeptemberben a klubba voltunk, most még szerencsénk van, mert jövő héten el tudunk menni a Hemóba. Novemberben mi mindig étterembe megyünk, mert köszöntjük azokat, akiknek nullára meg ötösre végződik a születésnapja. Aztán meg egy kis karácsonyi műsor, hogy aztán utána hogy lesz, azt nem tudjuk egyelőre. A szombati programon az emléktáblánál Hörömpöly Imréné köszöntötte a megjelenteket, majd Mező Lászlóné mondta el saját versét. A résztvevők ezt követően mécseseket és kis rózsaszín virágokat helyeztek el a fa és az emléktábla körül. Az Eszterházi kastély erre az estére a merrák elleni küzdelem színébe, rózsaszín fényekbe öltözött. Évtizedekig dolgozott újságíróként, a Magyar Televízió Észak-Dunántúli szerkesztője volt, a hazai és a nemzetközi politikai élet meghatározó személyiségeivel készített riportot, kamerával, mikrofonnal történelmi pillanatokat rögzített. Ez mind-mind igaz Pió Mártára, aki most megjelent könyvét mutatta be a Jókai Morvárosi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok keretében. Nagyon sok emléke van, szívesen is beszél róluk. Akkor hát kézenfekvő volt, hogy meg is kellene ezeket írni egy könyvben. Akkor mindig mondtam, hogy majd egyszer, amikor már el tudok nyugodni, mert még túl sok bennem az élet, minden érdekel, folyton jövök, megyek. És akkor jött a pandémia. Most a pandémia az mindenkinek rosszat hozott, és hát nagyon sok mindenkinek rosszat hozott, de igazából nekem annyiból szerencsém volt vele, hogy így kénytelen voltam leülni, mert nem tudtam más csinálni, tehát úgysem mehettem sehova, és ezért leültem, és nekiálltam megírni a történeteket. A Kisalföld napilap kulturális rovatában dolgozott először. Ekkor tájt nagyon sokat írt az akkor induló győri balettről, és nagyon sokat utazott is velük. Épp akkor volt velük Moszkvában, amikor egy kulturális fórumon egyedül volt magyar újságíró. Kiderült utólag, én ezt nem tudtam, hogy senki nem volt ott Magyarországról. Csak a TASZ-nak egy tudósítását adtak le. Tehát hiába is kerestem, hogy mi más jelent meg erről a hatalmas világfórumról. Egyedül egy nagyon rövid TASZ tudósítás szólt róla. Én pedig naponta küldtem az interjúkat, a beszámolókat, fantasztikus filmeket vetítettek, ami tényleg az embernek egy döbbenet volt. És erre figyelt fel a Magyar Televízió Híradónak a szerkesztősége, ugyanis egy éve már nem találtak Győrbe tudósítót, és akkor megkerestek, hogy hát aki erre képes, hogy ilyeneket csinál, akkor az hát, ha jó lesz híradó tudósítónak. Persze Pió Márta csak nevében volt vidéki tudósító. Győrben élt, de állandóan úton volt, nagyon sokszor külföldön. El kellett kezdeni országosan gondolkodni, sőt nemzetközi viszonylatokban, hiszen akkor már határnyitások voltak, mindenféle különböző nemzetközi események, európai készülődés a csatlakozásra, és hát azon túl, hogy a napi eseményeken rajta tartotta az ember a szemét, és minden nap ajánlotta, hogy mi az, ami érdekes lehet, azon túl meg nagyon sok helyre eljutottunk. A 90-es évek végétől az uniós csatlakozást elősegítő riportokat készített, de a mai napig aktívan dolgozik a közéletben és saját média cégében. A Calvin kiadó gondozásában jelent meg Szabó Nyulász Melinda animációs rendező, illusztrátor és művészeti oktató, Gondold újra, alkoss másképp című könyve, melyben több mint 30 foglalkozás leírása található. A könyv jól használható tanórai ötlettárnak, de otthoni közös alkotásra is.
Szabó Nyulász Melinda több mint 15 éve tart már táborokat, szakköröket. A kipróbált foglalkozásokból válogatott anyag került be a kreatív kötetbe, mondta a szerző. Ez a könyv több mint 30 foglalkozást takar, és ezek a foglalkozások egymásba építhetők, ami azt jelenti, hogy ha ügyesen játszunk velük, akkor több mint 90 különböző feladatot lehet benne megvalósítani. Tulajdonképpen az egész megvalósítási módszer le van írva pontosan, hogy tudjanak vele dolgozni. A kötet a református tananyagfejlesztő csoporttal együttműködve jelent meg. A könyvben a beszélgetős feladattól a játékon keresztül a rajzoláson, színtervezésen, kézműves feladatokon túl megjelenik a fotózás, a képzőművészeti korok újfajta megközelítése, a színház világa, a díszlet és bábkészítés, mondta a tananyagfejlesztő csoport vezetője. Azt vettük észre, hogy ő is úgy gondolkozik erről a tananyagfejlesztésről, mint mi, hogy a vizuális nevelés nem önmagában áll, hanem össze lehet kötni a versekkel, a zenével, úgyhogy ez a komplex szemlélet az, ami miatt mi támogatjuk az ő munkáját. A könyv bemutatón Halászné Kapcsándi Szilvia, a Pannonia Reformáta Múzeum vezetője elmondta, hogy a kötetben olyan ötlet is helyet kapott, ami a pápai gyerekeknek már ismerős lehet a táborból. Hozzátette, az ötlettár tudatos, összeszedett, látványos és gyakorlatias, komplex és jól használható segítséget ad az alkotáshoz. A Pápavárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat vasárnap délután tartotta cigány hagyományőrző napját a Rigó lakótelepi Csillagcserhály Szolgáltatóház és Csillagszolgáltató Központban. A jó hangulatú rendezvényen volt főzés, gyermekprogram és zene is. A pályázati támogatásból megvalósult eseményen ifjabb Kozák János autentikus cigánydalokkal szórakoztatta a jelenlévőket. Október 9-én az Ipari Parkban második alkalommal rendezték meg a Pápai Autó Piac és Drift Show-t. A szervezők változatos programokkal készültek az érdeklődőknek, igyekeztek minden korosztályt megszólítani. Volt driftshow, RC modellben mutató, ugrálóvár és mászófal, valamint rendőrségi toborzás is. A rendezvény jótékony célokat is szolgált, egy pápai árván maradt testvérpárnak összesen 277 ezer forintot adtak át a szervezők, akik ezen a napon a sérült gyermekek egészséges nevelésért alapítvány tagjait is vendégül látták. Minél jobban keresztbe és minél jobban füstöljön a gumi. Ilyen tervekkel érkezett a Szentgáli Temesvári Miklós driftes a második alkalommal megrendezett autópiac és drift show-ra. Az ipari park területén tartott eseményre kicsik és nagyok, hölgyek, de persze főleg urak is kíváncsiak voltak. A szervezők változatos programokkal készültek a vendégeknek. Ugyanazt a programot építettük fel, mint az első alkalommal, talán egy picit még színvonalasabb az esemény, tehát kettő versenypilótát hívtunk meg vendégül a mai eseményre, hogy a nézősre igazából egy pici infót kapjon tőlük, belelessen az autók élményvilágába. Az RC modell ezek közül itt vannak nagyon sokan Győrből és itt a környékről, ugye a homokbőrögei Pame RC, akik ugye részt vesznek nekünk folyamatosan az eseményen, és a kisgyerekek kipróbálhatják az autókat természetesen. Ami még ugye nagyon fontos, hogy Ausztriából itt van az országos ausztriai junior bajnok Antónia, aki többszörös osztrák bajnok ebben az RC modellvilágban. A rendezvény jótékony célt is szolgált. Megkerestük az alapítványt, az alapítványon keresztül a Vajda Márta iskolának a tanulóit és a kísérőit látjuk itt vendégül jelen pillanatban a mai nap folyamán, akik el tudnak jönni hozzánk, mindenkit megvendégelünk egy ebédre és egy itallal kísérővel vendégül látjuk őket. És ezen felül van Pápán egy árva testvérpár, őket szeretnénk támogatni, illetve őket támogatjuk a bevételünk egy részével, illetve a driftesek felajánlásával, nagyvonalú felajánlásával. Brigi és Viktor, akik korán árván maradtak, tehetséggondozó iskolába járnak, és nagyon jó, nagyon céltudatosak, korán felnőttek, és reméljük, hogy tudunk a mi szórakozásunkkal, a mi örömünkkel hosszabb távon őket tudjuk majd segíteni a későbbiek folyamán is. A nap végére az árván maradt testvérpárnak 277 ezer forint gyűlt össze. Tegnap volt telihold, erről készült ez a fotó, amelyet a mai időjárási előrejelzés illusztrációjaként láthatnak.
Kedden délelőtt erősen felhős borult lesz az ég, majd délutántól felszakadozik a felhőzet, és változóan felhős idő várható. Napközben gyenge eső, zápor, kis eséllyel fordulhat elő. Délelőtt még változó irányú gyenge lesz a szél, estére a légmozgás erősen legyengül. Az MH Pápa bázis repülőtér meteorológiai csoportjának előrejelzése szerint a maximum hőmérséklet 16-18 fok körül várható, késő este pedig 9-11 fokot mutatnak majd a hőmérők. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója hétfőn. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!